hangverseny a művészeti iskolában, városismereti séta az ipari parkban, szatír Nagykőrösön, rengeteg program áll előttünk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 21-én 18 óra 5 perckor. A művészeti iskolában idősek napja alkalmából egy hangverseny volt, melyre nagy izgalommal készültek az idősek klubja tagjai is, szépkorú társaikat ők is köszöntötték. A részletekről Lévainé Olajos Cecíliát, a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető helyettesét kérdeztük. Minden évben megrendezésre kerül az intézményben, az idősek klubjában, az idősek világnapja ünnepség keretében ez a hangverseny. Minden évben megrendezésre kerül intézményünkben idősek klubjában az idősek világnapja. Ünnepség keretében emlékezünk meg erről a jeles napról. A klubtagok már lázasan készülődtek versekkel, nótacsokorral, ki miben ügyes. Ezt már egy jó pár hete gyakoroljuk, úgyhogy nagy izgalommal várja mindenki, hogy jól sikerüljön a szereplés. Várjuk a vendégeket, és utána pedig majd egy ebédet fogunk elfogyasztani az idősek klubjába, és utána pedig még egy kis zenehallgatás, nótázás, esetleg táncolás is bele fog férni. A szépkorúakat a művészeti iskola tanárai, diákjai is köszöntik ezen a napon. Van egy nyertes pályázatunk, a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályáztunk és nyertünk, és így egy rendezvénysorozat fogja kezdetét venni a mai nappal az idősek klubjában. Ennek első állomása lesz, Plósz Csilla tárogatójátékát hallgathatják meg majd a klubtagok, illetve Házisárai Mária énektanár és vendégei fognak egy színvonalas műsort adni nekik a jeles nap alkalmából. A Karcagi Ipari Parkban az elmúlt években jelentős beruházások voltak. Pánti Ildikó, az ITKB elnöke, a városismereti séta keretében ide várta az érdeklődőket Varga Nándor ügyvezetővel és Puskás László ügyvezetőigazgatóval. Örülök, hogy a városnéző körút során erre is elvetődtek a városból az érdeklődők, mondta Varga Nándor. Már a bejáratnál, az ökopark táblánál egy rövid tájékoztatót tartottam arról, hogy 99-ben az önkormányzat hogyan kérte meg az ipari park címet, hogyan jutottunk el odáig, ahol most vagyunk. És most itt körbe meg tudom mutatni, hogy az ipari parkban milyen vállalkozások láthatóak, és melyiknek milyen egységei vannak, és hogyan működnek. Az előbb hallottam a tájékoztatóban, azt mondta, hogy tulajdonképpen lassan nem lesz szabad hely, hiszen ott említette Ildikó nénieknek, hogy egy újabb beruházás fog hamarosan elkezdődni. Igen. Lassan nem lesz szabad hely a parkban, hiszen egy újabb beruházás fog hamarosan elkezdődni. Ezelőtt két hónappal a képviselőtestület döntött arról, hogy kiemelt beruházásként fogja kezelni a Repol Kft. Építését. Korábban dr. Székely István, az Info Kft. Ügyvezetője Varga Mihály miniszter úrral aláírt egy megállapodást, hogy a 6,5 milliárdból megvalósuló kémiai újrahasznosító üzemet kormány támogatással fogják megvalósítani, fogjuk megvalósítani, hiszen ennek részese is az ipari park. A Karcagi Ipari Park egyre több családnak biztosít munkát. Nem számoltam össze, hogy hányan összesen, de tudom mondani, hogy itt dolgozik 10 ember, az Elhulnál dolgozik 110 ember, a Pennyben dolgozik 130 ember, a BJ Transznál dolgozik 10 ember, Kuruc Istvánnál és Ifjabb Kuruc Istvánnál dolgozik 20 ember, hirtelen, akit így fel tudok sorolni. Ilyen összesítést évente egyszer szoktunk csinálni, amikor a pénzügyminisztériumba, illetve most már a fejlesztési minisztériumba a jelentést le kell adni. Puskás László, az EHUL és az EHPUR ügyvezető igazgatója örömmel fogadta a társaságot, de azt is elmondta, hogy még a próbaüzem zajlik. Valóban a próbaüzem zajlik, gyakorlatilag az utolsó simításokat végezzük, a technológiát,
a technológiát is, meg a gyártást is most finomítjuk. Várhatóan körülbelül 2, maximum 3 hét, és megvan minden olyan receptúra, olyan technológia, hogy hivatalosan is indulhatunk engedélyekkel, és a próbaüzemet követően folyik egy készletfelépítés, készletfeltöltés, ami jó hír, hogy partnerek állnak már sorban, szeretnék több helyen is használni, akár a beltéri, akár a kültéri burkolásban, jelentkeztek már autóutánfutó építőktől kezdve stégépítőkig nagyon sokan. Bízom benne, hogy a évi 2000 tonnás mennyiség az hamarosan emelhető. Kétféle hulladékkal dolgozunk, tehát a mi nyersanyagaink csak hulladékok, és többnyire olyan hulladék, ami lerakóba vagy lerakó közeli állapotban van, tehát onnan mentjük meg, és ezáltal állítunk elő olyan anyagot, ami reméljük, hogy hosszú éveken keresztül szolgálja a vásárlókat. Körülbelül 50%-a a terméknek az abból a poliuretán porból van, ami innen a mellettünk lévő elektronikai hulladékhasznosítóból kerül ki. A másik 50% pedig többnyire agrofóliának a darált változata, tehát már a használatra alkalmatlan agrofólia. Ezek nagyjából 50-50%-ban keveredve alkotják a kiinduló nyersanyagot, aztán különböző adalékokkal és különböző nyomásokkal, hőmérsékletekkel kezelve ebből lesz a végtermék, ami most adott esetben útszegélykő, vagy stékpadló, vagy gyakorlatilag kerítéselem, magaságyás, vagy éppen komposztáló láda. Pánti Ildikóval beszélgetünk arról, hogy miért pont az ipari parkban érkeztünk, hiszen ide most ki kellett kerekezni, tehát egy picikét úgy látszik, hogy a idősebbek már nem merték vállalni ezt az utat. Igen, valóban így van, hogy egy kicsit a városközponttól távolabbi részre jöttünk, az ipari park területére, ami azt mondom, hogy és azt ugye valljuk is, hogy a városnak egy nagyon fontos ipari övezete, eleve a nevébe is benne van, ahol munkahelyek vannak, és ahova az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy ide jöjjenek dolgozni. Így adódik most egy nemrégen átadott üzembe is, ahol az igazgató úr fog tájékoztatót tartani, és másrészt pedig olyan szép és jó idő van, és kimondottan kerékpáros túrának hirdettük meg, és ebből adódóan a legbátrabbak, akik egészségileg is föl tudták vállalni, itt vannak, és egy nagyon szép kerékpártúrát is tettünk, amellett, hogy látjuk az ipari park fejlődését, a meglévő üzemeket, munkahelyeket, és a leendő, várhatóan hamarosan átkerülő újabb üzemegységeket, amely fontos a város számára, és látványnak is, rendezettségben is szép, és örülünk neki, hogy itt lehetünk. Újabb, nyilvánosan maszturbáló férfit fogtak el a hatóságok. Egy aggódó édesanya értesítette a rendőrséget, hogy a Nagykőrösi Parkban 3 lányt zaklatott egy 46 éves férfi. Először megpróbált a lányokhoz minél közelebb férkőzni, majd pedig letolta a nadrágját és a nyílt helyszínen önkielégítésbe kezdett. Megrázó tudósítás következik. Az édesanyja értesítette a rendőrséget a jelenetről. Lánya és két barátnője iskola után a Nagykőrösi Parkban csevegett, amikor a 46 éves B. Tamás megpróbált kapcsolatba lépni velük. Először csak cigarettáért ment oda, majd arra kérte a fiatal lányokat, hogy feküdjenek mellé a hintába. Miután a fiatalok elutasították, a férfi elővette nemi szervét és vágyainak kielégítésébe kezdett. A tinik azonnal elmenekültek a helyszínről. A férfi letolt nadrággal utánuk eredt, végül egy bokor tövében fejezte be az önkielégítést. A rendőrség másnap kora reggel elfogta a nagykőrösi lakost a saját háza előtt. A rendőrség szerint, miután előállították és kihallgatták B. Tamást, a férfi nem tett vallomást, de elfogadta a gyanúsításba foglaltakat. A nagykőrösi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya személyrem sértés vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatta levele szemben a további eljárást. Stúdiónk mai vendége volt Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézményvezetője, akivel a nevelési és tanévkezdetről, a gyermek és pedagógus létszámról, a pályázatokat érintő aktualitásokról, a tanév programjairól, valamint a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. Mai vendégünk Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves nézőket. Elindult a 2022-2023-as nevelés és tanév, azért mondom, hiszen, ahogyan említettem a Felkonfban, egy óvoda és egy általános iskolának az igazgató intézményvezetője. Mi előzte meg a tanév kezdetet? Hát nagyon sok munka előzte meg a nyár folyamán. Úgy, ahogy szoktuk, elkészítettük a tantárgyfelosztást időben, és elkészült az órarend, feltettük a eneplóba, és hát egyéb más dokumentumok átnézésével is készültünk, és vártuk a gyerekeket. Ha már a gyerekeknél tartunk, akkor a gyermeklétszám tekintetében az óvodában és az iskolában mi mondható el, illetőleg a szakos ellátottság pedagógusok tekintetében? A Tarentum óvoda a második nevelési évét kezdtem. Nagyon nagy a érdeklődés, 109 gyermekünk van. Az iskola, hát ez is egy nagyon nagy dolog, legalábbis nekünk. A 26. 27. tanévét kezdte meg szeptember 1-én, és 395 beírt tanulónk van. A pedagógus létszámunk 30 fő. A szakos ellátottságunkról azt tudom elmondani, hogy 100%-os, tehát jelen pillanatban még ez egy nagyon nagy örömhír, és bízunk benne, hogy ez a későbbiekben is így marad. Számos program szokott megtartásra kerülni az intézményben. Erre a tanévre idén mit terveznek? Mi az elképzelés? A Refi általános iskolára az jellemző, a szülők megfogalmazták, hogy ez egy olyan iskola, ahol a tanítás, tanulás mellett mindig történik valami. Valami jó dolog történik, nyilván a programok kapcsán. Megterveztük a munkatervben a tanévnek és a nevelési évnek a feladatát, és nagyon sok programot terveztünk. A hagyományos programok mellett hát természetesen új programok is megjelennek, mind a óvodában, mind pedig az iskolában. Melyek ezek, és arról is beszélünk, hogy milyen plusz a tanórákon kívül, milyen plusz foglalkozásokat biztosítanak a gyerekek számára? Nagyon-nagyon sok foglalkozás van például a óvodában. Kiemelném, hogy a nagycsoportos óvodások részére megszerveztük a tavalyi évhez hasonlóan az angol oktatást. Vannak angol nyelvű foglalkozások, illetve robotika. Nagyon jól működött tavaly, az idén is megszerveztük a buborék programot. Hát nem az úszás oktatásra kell itt gondolni, hanem a vízhez szoktatáshoz. Nagyon szeretik a gyerekek. Az óvoda, az iskola is benne van a Bozsik országos programban, és tegnap már a szakedzők voltak a óvodában, voltak az iskolában, és szervezik a sportprogramokat. Melyek a jövőbeli elképzelések, tervek? Először beszéljünk most az óvodáról. Hát az óvoda esetében, mint ahogy korábban említettem, a Talentum Ovi iránt nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon sokan vagyunk, egy kicsit magasak a csoportlétszámok, de ezt úgy próbáltuk kompenzálni, hogy egy csoport kivételével minden csoportban felvettünk egy pedagógiai asszisztenst, és ez az asszisztens segíti a két óvónő, illetve adják a munkáját. A 2023-as, 24-es nevelési évre is már nekünk megvan a gyereklétszámunk, mégpedig két csoportra való létszámunk van, közel 50 gyerek. Ez azt jelenti, hogy duzzad a csoport létszám? Így van, pontosan. És amikor én ezt a fenntartóval, Esperes úrral közöltem, akkor a fenntartó testület elkezdett gondolkodni, hogy hát ennyi gyerekkel, ennyi érdeklődő, kedves szülővel nyilván kezdeni kell valamit.
Azért az óvodára, iskolára az jellemző ránk, az jellemző pedagógusokra, hogy mi gyerekekben gondolkodunk. A fenntartó egyházközség pedig családokban gondolkodik, tehát azt mondta Esperes úr, hogy ennyi családot, vagy a családok közül jó néhányat nem lehet elutasítani helyhiány miatt. Ezért úgy tervezem a fenntartó testület és jó magunk is, az iskola vezetése, hogy a következő nevelési évben két kis csoportot fogunk indítani. Na most ehhez tulajdonképpen épületen belül a feltételek adottak, hiszen van egy olyan foglalkoztató termünk, ami 46 négyzetméter, egyelőre üresen áll, tehát ez csoportszobának kiválóan alkalmas. Az INTS volt kint az elmúlt héten, megnézte a vizes blokknak a körülményeit, hogy hogyan tudjuk átalakítani. Ez is hát könnyen megoldható. Tehát tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy kisebb beruházással, ami azért a mai árakat figyelembe véve nem lesz annyira olcsó, de mégis egy kisebb beruházással, kisebb átalakítással az ötödik óvodai csoportot, hát csoportszobát ki tudjuk alakítani, és így ötcsoportos óvodaként szeretnénk működtetni a Talentum Ovit. Én nagyon sok sikert kívánok minden kitűzött célnak valósításához, és köszönjük szépen, hogy igazgatónő eljött és megosztotta ezt velünk és a televízió nézőkkel. Köszönöm a beszélgetést. Szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!